Sziasztok, köszöntelek benneteket, boldog új évet kívánok! Hidegfront érkezik, azonban ez jelentős változást nem tartogat időjárásunkban egyelőre, ugyanis a hétvégétől már markáns lehűlés körvonalazódik, de az egy mediterrán ciklonnak köszönhető. Addig enyhe idő alakítja időjárásunkat, és ez a több középpontú ciklonrendszer, ami a következő 36 órában a hidegfronti szakaszával eléri majd a Kárpát-medence térségét is, és ez még jelentős változást ugyan nem okoz majd, de a hétvégén tőlünk délre, délnyugatra örvénylő és hazánk területét is elérő mediterrán ciklon már annál inkább jelentős változást, télies fordulatot tartogat hazánk időjárásában is. Előttünk álló éjszaka azonban még nem kell mozgalmasságra készülni, ugyan a hidegfront csapadékrendszere majd megérkezik észak felől, de ezen kívül jelentős változásokra még nem kell számítani, erősen felhős vagy borult marad az ég az éjszakai órákban is, és előbb az északi megyékben majd egyre több felé elered az eső, gyenge szemerkélő esőre kell számítani, a hőmérséklet pedig 4 és 8 fok közé süllyed a hajnali órákban. Holnap a nap első felében még erősen felhős, borult lesz az ég, viszont a késő délelőtti óráktól megkezdődik a felhőzet szakadozása, és egyre több felé kisüt majd a nap. A csapadékrendszer eleinte a déli, illetve a keleti ország részben tartózkodik majd egyre inkább kiszorul hazánk területéről. A nap második felében azonban a napsütés hatására gomoly felhők képződnek, amelyből kevés zápor előfordulhat, illetve egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A hőmérséklet továbbra is enyhe értékeket vesz majd föl, általában 10 és 15 fok közötti hőmérsékletekre számíthatunk. Ami pedig a szelet illeti, a holnapi nap folyamán a déli szél megélénkül nagy területen, illetve meg is erősödik. A szél erősségére vonatkozó valószínűségi előrejelzést láthatjátok itt, elsősorban a piros területek jelzik az erős széllökéseket. A Dunántúlon, illetve az észak-keleti területeken láthatjuk ezeket a piros foltokat. Nagyjából ezek a területek jelentik majd azokat a részeket, ahol biztosan erős széllökések alakulhatnak ki. Az ország többi részén inkább az élénk széllökések lesznek a jellemzők. Csütörtökön a hidegfront már elhagyja hazánk térségét, és úgynevezett hátoldali helyzet lesz a jellemző. Ebben a hátoldali helyzetben pedig általában erős széllökésekre kell készülni. Így lesz ez most is a csütörtöki napon, ugyanis az átmenetileg északiasra, északnyugatiasra forduló szél erős széllökéseket okoz majd hazánk északkeleti felében. És térjünk is rá a legizgalmasabb részre, a hétvége időjárására. Azt láthatjuk, hogy a valószínűségi előrejelzések nagyon egyetértenek abban, hogy lehűlés körvonalazódik, és ez elvileg már a szombat estétől megérkezik, illetve vasárnap és hétfőn lesz majd érzékelhető mértékben már ez a lehűlés hazánk területén is, és azt követően a hét további részében, illetve a jövő hét folyamán már egy téliesebb forgatókönyv rajzolódik ki elénk. Azonban a csapadék valószínűségeken láthatjuk, hogy még nagyobb a bizonytalanság, hiszen mediterrán ciklonról van szó, amelynek a pályája lehet bizonytalan, így a mennyiség és a területi elosztásban vannak még a kérdőjelek, de a következő napokban biztos erre is fény derül majd kollégáim által. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk holnap is, iratkozzatok fel az elérhetőségeinkre, és kövessetek bennünket. Sziasztok!